Beismerte a gyilkosságot az a 21 éves ukrán állampolgárságú férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy vasárnap hajnalban több készszúrással meggyilkolt egy 51 éves férfit egy rákospalotai családi házban. A kárpátaljai fiatalembert és két társát a rendőrök vasárnap délután fogták el az ukrán határon. Úgy tudjuk, a magyar állampolgárságú áldozat és ukrán lakótársai együtt italoztak, közben vesztek össze. Rendőrkutya szaglászik izgatottan a civil ruhás nyomozók és egyenruhás rendőrök között a Rákospalotai Zrínyi utcában vasárnap délelőtt. A rendőrségi szalaggal elkerített családi ház egyik szobájában néhány órával korábban találtak rá az 51 éves férfi holttestére. A férfivel készszúrás végzett. A rendőrség szerint a férfit többször is megszúrták, mégpedig a gyanú szerint a lakótársai. Az utcában lakók azt mondják, a házban vendégmunkásokat szállásolnak el általában néhány hétre, akik építkezéseken dolgoznak, így került Rákospalotára az a három ukrán férfi is, akik után a rendőrség vasárnap hajtóvadászatot indított. Csak azt tudom, hogy rengetegen voltak. Jöttek, reggel jöttek, nappal jöttek, este egy hancsoroztak, cigarettát, eldobtak mindent. A közelben lakó idősasszony azonban többet nem mond stábunknak, azt mondja, fél a következményektől. Az áldozat egyik ismerőse is csak a kocsiban ülve válaszol. Ő úgy tudja, hogy a késelést nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztása előzte meg. A férfi szerint ugyanis az történt, hogy a három ukrán vendégmunkás szerette volna folytatni az italozást, ellenben az 51 éves férfi már nem, megkérhette őket arra, hogy fejezzék be, ezt azonban nem tették meg, és ez a szóváltás vezetett egészen a férfi haláláig. A rendőrség szerint a három ukrán gyanúsított még az éjjel elmenekült a házból, majd autóba ültek, és két másik emberrel együtt meg sem álltak az ukrán határig. A lónyai határátkelőnél azonban már számítottak rájuk, így a rendőrök még aznap lekapcsolták és elő is állították a gyanúsítottakat. A részletes és mindenre kiterjedő kihallgatás során kollégáim azt is megállapították, hogy a három személy, akik itt már bebizonyosodott, hogy mindhárom személy ukrán állampolgárságú, hogy a három személy közül kizárólag egy személyt terhel büntetőjogi felelősség, a másik két személyt tanúként hallgattuk meg. A rendőrség szerint a gyilkossággal gyanúsított 21 éves ukrán állampolgár H. Robert beismertetettét. A fiatal kárpátaljai férfit őrizetbe vették és kezdeményezték az előzetes letartóztatását.